Megmutatom, hogy hogyan kell használni az internetes TV közvetítés linkjét. Mit kell csinálni? Ugye kaptam egy kedves kis üzenetet, hogy ma este lesz egy webinár internetes üzleti lehetőségről. Gyere, nézd meg, katt ide! Hát kattintsunk rá, mi történik. Az történik, hogy feljön egy kis ablakocska, itt a meghívó, itt a nevemet kell beírni. Én azt javaslom neked, hogy írd be a saját nevedet, és amennyiben lehetséges, itt be a meghívód nevét is, hogy az, aki téged meghívott, az lássa, hogy te ott vagy. És az e-mail címedet is írd be. Azért jó, hogyha valós e-mail címet írsz be, mert akkor kapsz üzenetet arról, hogy mikor kezdődik pontosan az előadás, vagy mikor lesz a közvetítés. Nagyon fontos dolog ez a terem még nincs nyitva, tehát amikor én most megkaptam a meghívót, és rákattintottam, látható az, hogy nyílik a terem, nyílik, és még sincs. Azt írja, hogy ez a webinár még nem kezdődött el. Kérlek, vágy, kedves kis zene is van, tehát magyarul akkor gyere vissza, amikor a meghirdetett időpontban már biztosan nyitva lesz. Mindjárt megmutatom, hogy akkor mi történik. Nézzük meg azt, amikor időben kattintunk rá, tehát a meghirdetett időben. Mi történik? és itt is van, bejött. Itt aztán itt van a program, itt láthatjuk, itt vannak a részvevők, itt lehet csetelni, itt lehet csetelni, szia! És aztán nézni a webinárt. Úgyhogy ennyi egyszerű az egész, javaslom neked, hogy kattints rá, próbáld ki, nézd meg, szia!